A kisvasút állomásának környezetét tették rendbe Lillafüreden. A város részben ezzel befejezték az őszi nagy takarítást. Két héttel ezelőtt a függőkertben végezték el a szükséges munkákat. Ott 13 ezer tő árvácskát és tulipánhagymát ültettek el. A kisvasútállomás környékén csütörtökön a lehullott lombot szedték össze, a veszélyes zavaró faágakat vágták le, valamint a hamarosan megépülő mesebirodalom területét takarították ki. Kora reggel Lillafüreden kezdte a munkát a városgazda csapata. Seprűvel, gerebjével gyűjtötték össze a lehullott leveleket. Az őszi nagy takarítás részeként már másodszor járnak a városrészben. A városgazda kollégái az elszáradt faágakat és a lehullott faleveleket szedik össze, illetve a motoros fűkaszákkal pedig a térkövek közül kinövő füveket és nem odaillő növényzetet távolítják el. Két héttel ezelőtt a lillafüredi függőkertet rakták rendbe. 13 ezer tő árvácskát és tulipánt ültettek el az ágyásokba. A mostani munkákkal a városrészben befejeződik az őszi nagy takarítás. A területet megfelelő állapotba hozzuk mind az ide érkező turisták számára, mind pedig azért, mert ugye a héten vagy a jövő héten elindul a Mikulás vonat, és hogy megfelelő környezet fogadja az ide látogatókat. Az őszi takarítási akció várhatóan a következő héten ér véget.